Ugye a 2006-os jogsértettek, sérültek közül többen itt vannak. Itt van Balázs is, akinek egy gránát levitte két ujját. Jól mondom, Balázs? Hármat? Kettő. Ott van hátul. De számtalanul itt vannak, és sokan otthonról biztattak. És egyet kell tudni. Ugye itt azt tesszük föl, hogy miért nem terrorizmus a vád a terroristák ellen. És itt el kell azt mondanom, hogy a devizahitelesek egyik képviselő, lője, Kóka László, tegnap este terrorizmus vágyával előkészülete vágyával vitték be az Aradi utcába. Tehát azért, mert azt mondta, hogy Orbán Viktor kimondta azt, hogy a devizahitelet egy téves, rossz szerződés, és azt mondta, hogy szüntessék meg a kilakoltatásokat, mert ha nem, akkor ma bezúz reggel 7 órakor egy banki rakatot. És ez, mivel elküldte állami intézményeknek, már terrorizmusra való előkészület. Bezzeg az, amikor a rendőrök műveleti terveket készítettek, azonosító számot nem hordtak, teljesen tudatosan kiürítették a Kossuth teret, ami 37 napja békés demonstráció folyt, és mondva csinált indokokkal, amit a legfelsőbb bíróság 4 vagy 5 évvel később mondott ki, hogy ezek mondva csinált indokok. Tudatosan szétverték az ünnepelni vágyókat. Ez nem terrorizmus. Tehát ehhez az kell, hogy az ügyészség falasszon ezeknek az embereknek. Most a napokban van egy eljárás, még a Huszár panasz, ami a gyergyényi területlezárásával kapcsolatban most született meg az első határozat. El tudják képzelni, egy 30 napos ügyintézési határozatban 7 évvel, 6,5 évvel az események után született határozat. És mi van benne? Hazugság. Tehát a jogerős ítéletekkel szembe menő leírások vannak, és ugyanaz az ügyintéző intézi, mint aki 2006-ban mondta azt, hogy az azonosító számoknak nem is kellett föllenni, mert van egy rendőri utasítás. És ezek az emberek ott ülnek a mai napig, és nem lettek eltávolítva, maximum egyik íróasztaltól a másik íróasztalhoz kerültek. Gyenülléptették őket! Ezzel be is fegyezném mondani valómat, mert rengeteg mindent lehetne mondani. Köszönöm, hogy a megjelenteknek, és elnézést, hogy a hangom közben elmegy. Kérem azt, hogy továbbra is figyeljétek nyomon ezt a valójában színjátékot álláspontom szerint. Igen, a tartásot érdemel Gyuri, az összes jogsértett, akik tényleg nem engedtek abból az igazságból, nem engedtek 2006 igazságából, és mi sem engedünk, és ezért nem hagyjuk, hogy ez nem a bózattal megúszák a igazságot. Nem hagyjuk! Egy utolsó záró gondolat. Többek között olyan mondat szerepel a terrorizmus miatti feljelentést elutasító ügyészségi határozatban, hogy a rendőrség az ünnepnapon nem rendszeresített fegyvereket is használt, igénybevételük viszont nem megfélemlítési célból történt. Bizonyos utalomból öltözték, hogy megérdemlik az emberek, nem? Tehát ilyen és ehhez hasonló aljas, a jogászi szakma szégyenét jelentő kijelentésekkel, hemzsegő iratokkal, még a sértetti panaszlási jogot sem biztosítják. Én Tóth Péter ügyésznek írtam egy levelet arról, hogy hány feljelentést akasztanak meg az ügyészségek, hány ügyben sikálták el a felelősséget, felajánlottuk a segítséget. Felajánlottuk a segítséget ahhoz, hogy sértetti képviselőként bekapcsolódunk a tárgyalásba, hiszen itt volt ebben az épületben a mosonmagyarvári sortűz per tárgyalása, az akkori Dudás József elkövetelő szembeni tárgyalás, és akkor én, meg akkor Zétén Zsolt volt a sértettek képviselője, és nekem is módon volt helyettesíteni őt, és kérdezni az elkövetőt, és most még az 56-os sortűzhöz képest még azt a jogot sem adják meg, hogy a sértettek képviselői bekapcsolódjanak az eljárásba, és a feltárt igazságot, a feltárt tényeket, mindazt, amit Göbő György és mindenki kibutatott, oda tegyük a bíróság asztalára. Úgyhogy mindenkit arra kérünk, hogy akkor most őrizze meg nyugalmát, bár nem vagyok annyira nyugodtak, hogy ezt nem kell megőrizni. Őrizze meg az igazságtétel iránti elkötelezettségét, a magyar szabadság iránti hűségét, a magyar haza iránti szeretetét, és most aki regisztrál, szépen fegyelmezetten velünk együtt jöjjön be a tárgyalásra, odaülünk a Gyurcsány Ferenc mellé, és megnézzük, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások.
egy technikai közlemény, a trapériákat ide jobb oldalra légy szíves hozzátok, mert összehajtjuk és legközelebb is tudjuk használni. Köszönöm szépen! Gyurcsány Ferenc, legyen fegyent! Tényleg, kopottam! Ez egy Skoda Superbbel szokott mostanában járni. Mi van, Peri? Nem regisztráltál? Vadd meg! Ferenc, legyen fegyent!